Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda. A Dalfutárt és a zenészeket a Shell hozza lendületbe. A dalszerző az első. Artisius. Sziasztok! Mielőtt belevágunk az évad utolsó csapatának történetébe, ezennel mozgósítalak benneteket. Veletek együtt mi is nagyon szeretnénk, ha létrejöhetne a 10. jubileumi évadunk. Ezért szükségünk van minden egyes megosztásra, lájkra és feliratkozásra a Dalfutár család tagjaitól. Fejezzétek ki a zene, a kaland és az alkotás iránti szereteteteket gomnyomogatással. Terjesszétek a Dalfutár, dolgozzanak az algoritmusok, pörögjenek a számok. Legyetek velünk, hogy veletek lehessünk! A negyedik csapat zeneszerzőjét a friss feltörekvők közül választottam. Kíváncsi vagyok, hogy mi hajt egy fiatalt a zenélés a színpad felé. Vajon miből merít ihletet és lelki erőt ahhoz, hogy átvergődjön a kezdeti időszak nehézségein? És persze érdekel, hogy dalnak hallom-e majd a dalt, amivel beszáll a játékba. Hogy befelé zuhan, csak befelé zuhan. Mi a jó abba, hogy most ide mindjárt be fognak jönni emberek, és akkor zenész nekik? Ezt először szerintem nehéz rábukkanni erre a válaszra. Aztán sok véletlenből összeadódik. Amikor elkezdtem irogatni dalokat, vagy elkezdtem már saját ilyen töredékeket játszani, különböző ilyen akusztik sztorikban, akkor jött egy-kettő visszacsatolás, ami még jobban előre segítette ezt az egész önkifejezés folyamatot. És ez a fajta interakció, ami egy nagyon hálás dolog alapvetően, mert művészként az ember beleteszi önmagát, kifacsarja magát úgymond egy valamilyen művészeti produktumba, és akkor azt meg ilyen fajta módon meg visszakapja. Ciki azt mondani ma, amikor nagyon sokan mondják azt, hogy akarok egy jó életet, akarom azt a szexet, hogy emberek engem néznek és rám vágynak, akarok híres lenni, akarok pénzt, szabadságot, délbekelést. Ezt nem ér mondani? De abszolút, meg amúgy kurva jó a rockszárság, és amúgy imádom azt a részét, amikor ezt az ember így megtapasztalhatja valamilyen módon, de elnézést! Bocsánat, csak forgatunk. Párkapitányságtól mosszoltak a diszpécserek, hogy senki nem tud erről az eseményről, esetleg valami kapcsolattartó. Mindjárt jön a gyártásvezetőnk. Mármint a várkapitányság részéről, nem a ti részetekről. De igen, csak a mi részünkről a gyártásvezetőnk, a kapcsolattartó. Ő intézte ezeket, úgyhogy mindjárt idejön, és megvárjuk akkor, hogy beszéljük valakivel. Nem. Akkor be kell szüntetni ezt a tevékenységet. Hát ezt már beszüntetted, mert beálltál a kamera elé, szóval értjük, nem fogunk ezen vitatkozni, csak most nem tudom, hol van, mindjárt vissza fog jönni. De érted, hogy ezt én találom, kérem, most szólt a diszpécser. Rendben, beszüntettük a tevékenységet. Köszönjük, ügyesek voltak. Kristóf. Dalszerző énekes, a színre lépő generáció egyre ismertebb képviselője. Dalai nehezen meghatározható egyéni univerzumot rajzolnak fel, amiben a világba való illeszkedés személyes dilemmái játszanak főszerepet. Aki jobban értené, érezné a felnőtté váló 20 éveseket, feltétlenül tegyen egy próbát az ő dalaival is. Elektronikának hol a helye a te világodban? Itt a színpadon majd, meg a te produceri gondolkodásodban. A régebbi zenekari felállásaim azok abszolút élő sztorik voltak, most már mi is laptopozgatunk, meg használunk háttérsávokat, meg klikre játszunk, szóval ez most már egy másik világ, de igazából amit a zene megkövetel, meg amit a dal megkövetel, és most már egy olyan szituban vagyok, hogy már abszolút jelen van az újvonalasság, ez a fajta újvonalas hip-hop felfogás, ami most nagyon-nagyon virágzik,
az ilyen klasszikus dalszerzés, az már ritkábban érkezik meg, emiatt is vagyok egyébként nagyon izgatott a mostani ominózus dalunk miatt, mert értelemszerűen itt egy organikus sztorira fogok visszaszállni, valószínűleg előveszek egy gitárt, és akkor úgy. 2 év nekem pont arra volt elegendő, hogy megtaláljam így a zenei identitásomat. Egy hosszú útkeresés volt nekem, és szerintem ez pont arra volt elég, hogy színpadra képes előadó is legyek. Hála Istennek most már egy izgalmasabb dolgot tudok élőben képviselni. Te utcazenéltél is sokat, akár itt a várban is, itt fölöttünk, vagy hol volt? Itt a várnál feljebb, ott a Szentlélek térnél ott egy párszor utcazenéltem, talán ott zenéltem először utcán, de amúgy inkább különböző, nem tudom, Kelenföldön, meg Deák térnél, meg az Allénál. És mi volt? Játszottál sajátokat, vagy mentél a turista pénztárcára Jason Mraz-zal, Bruno Mars-zal? Én javarészt indi zenéből jövök, meg indiből, meg magyar alterből táplálkoztam régebben, és ezek abszolút megjelentek utcazenénél. Aztán amikor meg rájöttem, hogy ezzel amúgy lehet fasz a zsebpénzt keresni, akkor mondjuk eljátszottam 10-szer a bájolót. Mennyit tudták keresni? Természetesen ez régebben volt. Vannak jó trükkök, például van egy tök kedves sztorim. Bátyámék lent voltak a Volt Fesztiválon, még valamikor annó valahánykor, és vannak ezek a instant szorzók, hogyha kiraksz egy táblát valamilyen szöveggel, hogy zsiráfok neveltek, vagy valamilyen egyéb sztori, és akkor kiraktam ezt, hogy Volt Fesztiválra gyűjtök, és pár óra alatt összejött egy ilyen 60-70, de általában ezek a 60-70 amúgy... pár óra alatt? Nagyon durva. 60-70? Nagyon para. Ne hülyeskedj már, 87-ben kimentem a Gábugival a Vörösmarty térre, mondjuk azt elrontottuk, hogy november 27-én egy lélek nem volt, és odajött valami arab pénzváltó, adott 250 forintot, hogy menjetek haza, megfáztok gyerekek, vagy menjetek haza. Én összesen 250 forintot kerestem utcazenéléssel. 60-70 ezer délután. Érdekel a legnagyobbság, a Budapest Park töltés, az országos ismertség? Abszolút. Igen? Ez teljesen vallom. Hát kisfiam, akkor ezt nem kellett volna elvállalni. Időbe kellett volna gondolkodni. Dalfutár. Dehogyis, hát ez a legnagyobb privilégium nekünk, szóval. Fasság. Karriergyilkos. Hát nézd meg, én. 60-70 ezeret egy délután. Kisfiam. Hát hogy mi van? Mi lett a világgal? Jó, milyen tisztelt Andris főnök úr, az a szituáció, hogy elkészültem a demómmal, egy ilyen sanzonos 3/4-es történetet írtam rá, mindenféle érdekes énekdallammal, próbáltam sokat játszani vele, meg belevinni a saját világomat. Aztán van egy ilyen turpisság benne a refréneknél, ott átáll 4/4-re, szóval Dalkezdeményünk összetett és legalábbis egyelőre ellentmondásos. Hallom benne a dalt, de ez jó értelemben vett kihívás lesz a többieknek. Óriási szerencse, hogy szövegírónak olyan művészt hívtam, aki imádja és keresi a kihívásokat, és mindig kapható egy kis zenei kalandra. Bim bam bum, bim bam bum. Nagyon jó. Bim bam bum. Álljál picit magadnak egy... Úgy nagyon jó. Picit nagyobb, nyugodtabb levegőben jó. Szálljon, mint a madárka, amikor kinyitod az ablakot és kirepül. Bim bam bom. Nem legyen szép. Bim bam bom. Azaz, nagyon szép. Éreztem is. Ez az, még egyszer. Bim bam bom. Állad laza. Bim bam bom. Bim bam bom. Bocsánat a késésért. Jó napot kívánok. Sziasztok. Lombos Márton, művész nevén Lombos úr, énekes, dalszövegíró.
A Volpix tagjaként vált ismerté, azóta rengeteg műfajban rengeteg dalszöveget írt. Emellett tanít, műsort vezet és árasztja magából az új ötleteket. Tapasztalata mellett a személyisége is remek dalfutás szereplővé teszi. Nem kajtat a mainstream sikerek után, inkább az őszinte önazonosság hullámain lovagol. Néha szó szerint. Bim bam bum. Ez az! Bim bam bum. Elnézést, talán ez bin, ennel vagy emmel? Nekem ez, tudnék, 25 éve a szakmában. Bim bam. Tehát emmel, köszönöm. Igen, és ha már megálltunk, az i betű ne legyen ilyen széles. Tehát most megmutatom a különbség, hogy bim, ez nagyon csúnya. Aha. Azért, és nagyon jó itt az akusztika, nagyon kijönnek a szépségek is, és a, ami nem szép, az is természetesen. És az óra elején lemaradtam, honnan kell a hangnak jönnie? Innen jöjjön, onnan jöjjön? Az a lényeg, hogy egy szép, nyugodt levegőt vesz. De ha már kérdezted, András részes hozzá lesz széket? Egy elég lesz. Mert ezt most akkor szemléltetjük is. Igenis? Le kéne ülni arra a székre. Marci, állj egy picit arrébb. Mi? Hajoljunk előre, így fejjel lefele. Menni fog? Menni fog. Ez picit lazábban, nem? Lehajtod a fejed, de még picit lazábban, és most vegyél egy nagy levegőt. Most érzed, hogy ez hova megy? Bimbambó! És ez mennyire szép volt? Nem az a kérdés, hogy hova megy, hanem honnan jön majd ki? Te megkomolyodtál? Nyilván az ember megéli a rációt. Van családom, van 3 gyerekem, ingatlan, autó, tankolni kell, iskolába járnak. Tehát szerintem kell egy jó arányérzék. Az biztos, hogy nekem mondjuk van egy feleségem, aki tök nyitott arra, hogy én bolond legyek. És akkor így van a házon egy ajtó, az be lehet menni rajta, és ott egy gyerekszoba, minden. A szabályok, amik között mi élünk, sokszor nagyon sokat segítenek a létezésünkben, sokszor semmi értelme. És azt gondolom, hogy a szabadság és a csibészség az pont attól jó, hogy vannak szabályok, amiket megkérdőjelez, sőt, vannak szabályok, amiket akár át is hág. Kicsit veszélyes kétélű penge, mert hogy nagyon szubjektív a megítélés, de azt hiszem, hogy ezt ki kell próbálni a mindenkinek. Annyi minden után zenei projektek, zenekarok, dalszövegírás, táborok, ezer-ezer korszakod után, mi ez most, hogy éneket tanulsz, méghozzá klasszikus énekhangképzést tanulsz? Ez mi végre? Nekem irgalmatlan, hogy szükségem van az ingerekre. Tehát, hogyha nincs, akkor vagyok hatékony, akkor vagyok jó projektvezető, hogyha egyszerre van előttem 5, és tudom váltogatni. De ha uncsi van, meg van egy, akkor azt úgy nem annyira. És a zene az meg mindig ott volt a sok közül az egyik. És hogy az tök érdekes, hogy amikor 2010-ben nyertem valamilyen zenei díjat. A Jazz utca 10-zel. Igen, a Jazz utca 10-zel. Hogy én nekem, amikor jöttek ilyen sikereim, akkor én mindig tanulásba menekültem marketing helyett. Jó, főpróba. Meghasadó. Most miért kell rá tercelni, gyerekek? De akkor mit énekelek? Azt csinálj, fél. Meghasadó, és akkor ezt teszi. És te maradsz. Ja, csak az utolsó. Így, csak az utolsó. Meghasadó, Marci, akarsz fölül lenni? Fölőlem lehetsz fölül? Akkor én bemegyek a tercre. Ha az könnyebben megy neked. És én kaphatnék valami kontrabasszus... Az lehet! Na, az milyen jól szól! Mutasd! Lemegyek honnan. Várjál, de nem! És most! Az most tudod, hogy mit énekeltél? Egy portamentót. Igen. Tehát, mint a nagyok, hogy szíve. Meghasad a szíve. Azaz! És ezt tudod egy jó, jól megtartani? Talán nem véletlenül tartom így a kezem. Megfelelő díjazás esetében. Velem előfordul hangszerrel,
hogy valamit megfejtek, valamire megtanítanak, valamihez végre nem nagyképűen és frontemberként, hanem alázattal odafordulok, és lefejtem, és megcsinálom. És ahelyett, hogy örülnék, azt érzem, hogy Jézusom, ha én ezt 12 éves korom óta csinálom, én hol lennék most, ha én ezt rendesen csináltam volna? Nincs ilyen ijegység benned néha? Azért nem, mert nekem van az a tulajdonság, hogy mindig, amikor elkészülök valamivel, akkor annak így örülök, hogy van. Meg hogy mindig, amikor ha vagyok egy szinten, akkor örülök, meg azt így meg tudom élni, hogy jaj, de jó vagyok. Most az más kérdés, hogy tudod, így néznek, hogy hogy énekel a csávó, vagy mit csinál a csávó. De én akkor azt úgy élem meg, hogy ez fú, de ügyes voltam, ezt megcsináltam. Engem mindig is nagyon zavart az, hogyha így definiálnom kell magam, saját magamat, hogy én ez vagyok. Ne, én Lombos Márton vagyok. És egyszerűen azt csinálom, amihez kedvem van. És ebben viszont nincsenek szabályok, a kedv az egy belső érzés, ez egy indítatás, hogy fú, nekem ezt ki kell próbálnom, nekem oda kell mennem, én ezt meg akarom fogni, akkor megfogom. Most az, hogy ez belefér-e mondjuk egy dalszövegíró, apa, producer image-be, az engem egyáltalán nem érdekel. Meg fogok neked mindjárt mutatni egy dalt, amire szöveget fogunk kérni tőled. De kíváncsi vagyok. A dalról nem tudod, hogy kitől jön, hiába lesegetsz ide bele, nem fogod meglátni, mert okosan dal 4-es, mutatni MP3 a neve. De én azt látom, hogy te ettől nem félsz ettől a feladattól, hanem kifejezetten várod. Fú, de kíváncsi vagyok. Nos, előtte még pár szó rólam. Figyelj. Ez világom. Hogy énekel benne egy csaj, meg egy fiú. Hogy de szerintem ez ugyanaz az ember. Tényleg? Az eleje olyan volt, mint az eleje csaj lett volna. Rajtunk kívül vannak, akiknek több hangszíne van, érted? Tehát nem abból kell kiindulni, mindenki olyan, mindig. Ilyen típusú váltást én még nem tapasztaltam. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hozunk ki ebből. Volt már olyan, hogy benn vagy egy szobában, most veszünk egy dalt, hogy benn vagy egy szobában, és egyszer csak, ahogy megy előre a dal, hirtelen egy másik szobában vagy. És akkor tulajdonképpen az van, hogy ez olyan, mintha át kéne tenni a sztorit oda. Tehát, hogy párhuzamosan megy két... Most lehet, hogy ebben kicsit... Nem, abszolút értem, amit mondasz. Érted, csak, hogy ez, ha az koncepció, tehát azt nem tudom, hogy az a koncepció, hogy hirtelen bejön, megmutatja magát egy másik világ, és akkor tényleg valami mást kell odaírni. Ezt azért sem fogod tudni, érted, mert hogy utána, amikor te megírtad ezt a szöveget erre, akkor ez majd elmegy még egy producerhez. Egy producer fog ezzel valamit kezdeni, aki még simán lehet, hogy aztán ezt összesimítja, és azt mondja, hogy egy tempóba legyen, vagy még jobban szétszedi, és majd akkor jön még csak egy énekes, hogy ő mit kezd vele. Tehát te most szerintem nagyjából az énekből, meg ez, tehát te abból tudsz főzni, amit most hallasz. Azért nem mondanék semmit, mert arra kíváncsi vagyok, hogy mi történik akkor, amikor ketten leszünk a dal és én. Hogy akkor azért az egy más mozi, mint az, hogy dumálunk róla, meg röhögünk. Na, figyelj! Madárka. Madárka, madár. András, hogy megkérdezném, hogy most milyen dimenzióban vagy éppen? Most én? Énekelni kellett volna. Ne haragudjon, tanárnő, alázat. Tehát én ugye egy vendég vagyok, és gondoltam, hogy nem veszem el. De én most... Tehát hadd kezdje...
De nem, mert szerintem így jó. Szépen, na. Lazán, sok szöveggel, jó. Koncentráltan. Nem bízik bennünk. Mehet. Madárka, madárka, csácsogó madárka, szöveg, vidd el a levelem, vidd el a levelem, szép magyar hazámba. Csak ezt a záró akkordot szépen csináljuk meg, hogy kinek bánatjába, csak onnan, jó? Jó, és utána megengedett, hogy mi meg megcsináljuk az eredeti Simon Istvánné felvételt gramofonról, de csak utána. Jó, esetleg, ha ez szépen elénekli. Oké. Okay. 3, 4. Kinek bánatába, a szíve fájdalmába, ez az, megszakad a szíve. Zsase! Szia, Andris! Na hát van egy jó hírem, vagy legalábbis számomra jó hír, remélem, hogy nektek is elkészültem a szöveggel. Kifejezetten szerettem, sok emócióval megírt nótáról van szó, és nagyon jó volt hozzá ezeket a dumákat megszerkeszteni. Ösztönösen íródott valószínűleg a dal, és ebben az ösztönösségben egy picikét elveszett a szerkezet, úgyhogy én úgy döntöttem, vagy az is lehet egyébként, hogy ez direkt volt, én úgy éreztem, hogy inkább az van, hogy így kiszakad a zeneszerzőből. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy egy kis struktúrát fésülök bele, nagyon remélem, hogy tetszeni fog, és hát ennyi munka után nem is csinálhatnék jobban, elmegyek csúszni. Hamarosan találkozunk. Aktuális csapatunk producerei nálatok és nálunk is rég rajta vannak az áhított szereplők listáján. Népszerűek, egyediek, és megvan bennük a dalfutárhoz szükséges nyitottság is. Olyannyira, hogy örömmel álltak kötélnek, amikor egy kis jó szolgálati küldetésre kértem fel őket. Szia! Sziasztok! Hajós András! Kovács Henrietta vagyok. Vörös Ákos. Ákos, Heni vagyok. Szia, Zsufaba! Szia, Heni vagyok. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt vagytok. Megbeszéltük, hogy itt vársz minket. Így van. Azt mondtad, hogy még készül, de ez a fele már teljesen kész van. Igen, mert ez a legfontosabb nekünk, az alkotások, amit az autista fiataljaink készítenek. Tehát ezek már azok. Csak hogy ti is értsétek, Autistic Art Egyesület? Alapítvány. Alapítványnál vagyunk, akik, ha jól értem, azzal foglalkoztok, hogy autista emberek művészeti alkotásait emelitek még magasabb művészeti fokra, és egyben értékesítitek is, és így akkor van. Ezzel támogatjátok, ha így történik? Így van, pontosan. Igazából 11 olyan otthont támogatunk, ahol a fiataljaink alkotnak. Azt nagyon fontos tudni, hogy ők nem beszélnek. Az autizmusukban nagyon súlyosan érintettek, és még egyéb értelmi fogyatékosság is van az ő hátukon, amit kell, hogy cipeljenek egész életen át. Viszont ilyen csodásan alkotnak. És pont ezt a kortárs képzőművészeti értékkel is bíró alkotásokkal szeretnénk felhívni az ő tehetségükre a figyelmet, és ezt tesszük különböző termékeinkre is, és ezzel próbáljuk visszaadni a támogatást ennek a 11 otthonnak. Analog Balaton, azaz Vörös Ákos és Zsufa Aba, a hazai elektronikus szintér meghatározó zenekara. A közönség és a szakma egyaránt imádja őket, felléptek szinte az összes létező fesztiválon, és még a Petőfi zenei díjat is behúzták az év elektronikus zenei előadója kategóriában. De vajon mit kezdenek egy sanzonos valcer refrénnel? A legnagyobb beviteli forrásunk az az éves jótékonysági aukciónk, ahol az eredeti autista barátaink rajzain túl egyéb tételek is kalapács alá kerülnek, és próbáljuk ezt a tételsort színesíteni, és akkor van egy ötletünk, hogy legyen egy gitár is ebben a tételsorban. Ezt egy kedves támogatónk felajánlott nekünk. Ezt én kinyithatom közben a gitár? Igen, szuper lenne. Ez az a gitár? Ez az a gitár, mert minden, ami az aukcióra kerül, és mondjuk nem kortárs művészeti alkotás, ott akkor ragaszkodunk hozzá, hogy egy Autistic Art grafika rákerüljön. És akkor most előbújik egy szép Chapman gitár. Aha.
Igen. Nekem erről az egészről az jut eszembe, ami itt előttünk van, meg arról, az egy talán egy füzet tartó, vagy tortartó, vagy nem tudom mi az. Az egy laptop. A laptop tartó. Az jut ezekről eszembe, hogy mi a legelső demónkat, azt egy gyerekrajzzal adtuk ki, tehát az volt a képe. És ezek a színek, ezek meg főleg talán azok, nagyon emlékeztetnek engem arra a rajzra. Nagyon sokat néztük ezt a rajzot, aztán meg le is vittük, és ahogy írtuk a számot, az folyamatosan ott előttünk volt. Fa, egy kis domb, szóval ezek az egyszerű színek, de meg tök jó hangulata van annak a rajznak. Igen. Ma már, éppen most a most zajló forradalom vagy generációváltásban már megint egy picit kivesszőben levő dolog, ez az organikus, szép lassan fejlődés. Ti nem egy hirtelen tehetségkutatóval, nem egy berobbanós lágerrel, ami meg felrobbantotta a magyar internetet, ahogy mondani szokták, hanem úgy magától, koncerttel eljönni akaró emberrel, és azért, ha megnézem a szósorötökön a fényképeket, akkor súlyos teltházak, most is azért elég nehezen egyeztettünk, mert a nyaratok nagyon tele van. Akkor ez mégiscsak létezik még ebben a világban, hogy így is lehet? Lehet, ez hogy már az sok hír. Vagyunk ebben, vagy a felentőben. Létezik. Egyébként szerintem nem, csak szerintem most már kevesebben is próbálják meg, de én szerintem létezik abszolút ez a dolog. Mm. Én emlékszem arra, amikor ilyen 2019 körül így elmondták, hogy lemezt kell kiadni, és be kell venni egy dobost, mert különben semmire nem fog menni. És igazából nem csináltunk 2021-ig lemezt, és azóta sincs dobozunk. De mentek koncertet. Dobozunk? Azt mondtam, doboz. Van egy pár dobozunk azért. A dobozunk az van. Bőven van. Azért az hozzátartozik, hogy lehet, hogy nem social médiáztunk, meg akkor még nem volt menedzserünk, meg nem híreszteltük nagyon ezt a dolgot, de azért mi nagyon sokat játszottunk, és szerettünk volna játszani. Szóval folyamatosan kerestük a koncert lehetőségeket, és az sok embert azért be tud vonzani. 2018. augusztus 19. Bük, és mi volt a fesztivál neve? Börzsönyztok Fesztivál, és ülő helyek voltak a színpad előtt, és lényegében a barátaink eljöttek, több kocsival, meg a családunk, és meg egy-két bámészkodó ember részt vett így a koncerten, de ültek végig, hallgatták, amit egy nyár alatt összeraktunk, és akkor utána hazamentünk hozzánk Inárcsra, és nagyon berúgtunk. Ez volt az első koncert. Azt hiszem, hogy az édesanyád, vagy az édesanyádnak a testvére azt kérte tőlünk, hogy énekeljetek Queent! És meg nem éneklünk Queent, mert azt nem lehet elénekelni. Most tök minden, énekeljetek Queent! És nem énekeltünk Queent, de ez egy nagyon hosszú nem volt. Nekünk egymás között van egy olyan dinamikánk, hogy két állapot van, egy ilyen kísérletezgetős állapot, amikor még nem lehet tudni, hogy ez egy jó ötlet vagy nem, de picit próbálkozunk vele, és aztán utána az, amikor elmondott, hogy ez jó, ez király, ez maradhat, vagy fiú, ez szar, menjünk tovább. És így érezzük egymást, hogy mikor kell hagynom az Ákost, hogy most egy órára kimegyek, és ott hagyom, hogy ezt csinálja, amit, mert nem lehet tudni még, hogy ez jó lesz, vagy nem. Lehet csomószor olyan, hogy az a megoldás neked személy szerint nem tetszik, de látod, hogy az építette tovább azt a részt, amitől lett egy jó refrén, vagy lett valamit. És nem kell mindent tökéletesre gyúrni ahhoz, hogy eljuss oda, hogy kész legyen mondjuk a számod. Nagyon kevés az az alkalom, amikor mutat valamit az Ákos, hogy figyelj, szerintem ez kurva jó. És azt érzem, hogy ez borzasztó. Inkább olyan szokott lenni, hogy nagyon sok ötletünk van, és hát azok nyilván nagyon sok a középszerű ötlet. És akkor azokat így valahogy ki kell választani, hogy melyik a középszerű ötlet, és melyik az, ami egy picit jobb annál. Mutatom akkor, felmutatom, de lehet, hogy a gitárhoz kéne oda tartani, nem? Simán. Hogy akkor lássa az ember. Egyébként szerintem nagyjából meg is vagyunk, de azért megnézhetjük a többit. Nekem nagyon tetszik ez már. Brecenár Viktor. Én azt mondanám, hogy mi van, ha ennek az eredeti
mélyvörös, ilyen fenyő, tehát hogy azt a világát is, az is egy döntés lehet, hogy azt megtartani. Sőt, lehet ugye kombinálni is egy kicsit. Hogy lehet kombinálni? Hát úgy értem, hogy nyilván ehhez a grafikus hozzá tud ügyesen nyúlni, és akkor így kivesz innen egy elemet, meg innen egy elemet, és akkor azt kombinálja. De igen, ez mondjuk jó, ez a... Ez bár nagyon aranyos, de ezt nem mondanám, szerintem ez... Tehát igen, inkább ez... ilyen textúra jellegű dolog kellene, igen, ugye, azok igen közül. Abból indulok ki, hogy én milyen gitárokat szeretek, és azok általában nem tartalmaznak ilyen konkrét dolgokat, hanem inkább ilyen abstraktabb. Azért álltam meg, mert az első reakciótokat akarom, lesz még időtök, meg fogjátok kapni, bőven sokszor hallgatni ahhoz, hogy megértsétek. Mi az első reakció? Nagyon figyeltetek. Nekem az, hogy rögtön az jutott eszembe, hogy hát ennél távolabbi ilyen dallamvilág, vagy nem tudom, akkor mellett az nincs tőlünk. Úgyhogy... Olyan? Aha. Szerintem, nem tudom, én most arra gondoltam, haver, hogy azt mondom, annak van értem, hogyha valami olyat csinálunk, amihoz nem értünk. Ez egy eleve egy speciális műsor, ami egy speciális helyzetbe rak be zenészeket. Na most, hogyha pontosan ugyanazt megpróbáljuk megcsinálni, amit amúgy is csinálunk az életünkbe, akkor a számunkra nem annyira izgalmas. És abból kifolyólag, amit hallottunk, én azt gondolom, hogy egyel akusztikusabb hangszerelésre lesz itt szükség. Azért nagyon sok dalunk az egy akkord köré épül. Vannak olyanok, amik nem, persze, de nagyon sok egyakordos, ilyen elektró jellegű track van. Na most azokból sokkal könnyebb kihozni ezt a monoton, repetitív dolgot. Ebből nem olyan könnyű kihozni a monoton, repetitív dolgot, mivel hogy van egy, hogyha jól hallottam, akkor egy verse, bridge, refrén, ilyen szerkezetileg sokkal inkább dalformájú, mint amiket csinálunk. Most egyébként pont eszembe jutott az, hogyha egyébként háromnegyedbe elindul, és négynegyedre átvált, akkor arra amúgy rámehet valami beton elektronika, mondjuk, de ugyanúgy miért ne alapon. Csináljuk azt, hogy elkezdődik egy ilyen nagyon furcsa, nem létező háromnegyedes regaton, és utána így átvált egy ilyen iszonyat baszó, ilyen német, ilyen horgolásba, és az biztos, hogy élvezni fogjuk. Az is biztos, hogy senki más nem fog élvezni. De majd összeáll. Viszont a szöveg, ami erre lett írva, először engedjétek meg, hogy felolvassam, nem csak nektek, hanem magunknak is. Mintha egy nap lenne az élet. Forróság, vízpart, az égbolt aperol, lábam langyos vízbeló, kiskocsma lángos, meg a gofris, nyári leporelló, s mártva lisztbe hold. Pont most, mikor bújik el a nap, s lélegzetem elakad, odalép és rám köszön hello. Holnap hazarobog vonatom messzi-messzi vármegyébe, mert jön a hétfős az átlagos meló. Amikor először megláttam a dalszöveget, akkor az annyira soknak tűnt ahhoz a kis dallamhoz képest, hogy rögtön az volt a fejemben, hogy ez borzasztó mennyiségű meló lesz rámülteni. Ez még csak az erdei tündér. Húk. Valóság, vízpart, az égbolt, aperolában, langyos. Én leestem. Langos, meg gofris, nyári leporelló, s mártva lisztbe a hold. Az kijött egyébként ott. Pont kiskocsma, most? Langos, meg gofris, nyári leporelló, s mártva lisztbe a hold. Ja, a nincs. S mártva lisztbe hold. Itt egy albetű jelző, nem? S mártva lisztbe hold. A hold. Nézzük meg megint, mert egyébként a... Kiskocsma, lángos, meg gofris, nyári, leporelló, smártva, lisztbe, a holt. Ha egy albetű van, aha, akkor az a sor kijön egyébként. De akkor, amikor kiderült, hogy a dalszövegnek a szerzője elképesztő sok melóval egyébként ráírta konkrétan arra a kis hümmögésre vagy dalolásra, akkor nagyon megnyugodtam, mert szerintem amúgy az a legnagyobb meló. Lábam langyos, vízbe lóg,
kiskocsma, lángos, meg blofis, nyári, leporelló, smártva, lisztbe, ahold. Smártva, lisztbe, hold. Most bőt ja. El a nap, lélegsz, elakad, de lépés rám, köszönöm. Hello. Úgyhogy innentől szerintem csak fán az egész. És úgy tűnik, igen. Át kell hangszerelni lényegében. Én ezt kettőt. Egyébként most az van, hogy azt most megmutatta az Ákos, és igen, ez is nagyon megtetszett nekem. Ez nagyon furi az, hogy igen. Ott van egy tök random ilyen lilás valamilyen szín hirtelen. Meg aztán valami írás is. Telefon. Ja, azt nem vettem ez. Ez egyébként hogy... ott van tényleg. Számok. Telefon. És nézzétek, milyen érdekes, hogy az a vagy 8-as, vagy Mobius, vagy végtelen jel, az mennyire érdekesen erre az egész hulok világra ráfelel. Igen. Szóval, nekem most ez a számlák telefon, az nagyon tetszik. Szia András, csinálgatjuk, haladgatunk. Én nem tudom, milyen lesz. Lehet, hogy nem jó. Bár alig, ha lesz nem jó az analóg Balaton verziója, mégis egyre izgalmasabbá válik az évad zárodal. Ha minden kötés szakad, majd a pánik összerántja. Nagy szerencse, hogy a csapat énekesét képtelenség megoldhatatlan feladat elé állítani. Gyere, ne félj, hello! Sziasztok! Nézd, kit hoztam sziasztok. Neked! Szia! Hosszabban ölelkezünk. Szia, Surut Sanyi. Ebben a szakmában mindenki a te barátok. Ti akkor ezek szerint ti dolgoztatok? Együtt már, igen. Te már táncoltál? Minden. És táncos dolgon dolgoztál? Persze. Igen. Sok műsorban dolgoztunk együtt. Nagyon ügyes. Aha. Mert ő egyébként egy olyan srác szerintem, aki egy különleges példája annak, hogy generációsan hogy állnak jól maguknak. Igen. Tehát bármit csinál, az jó. Most az énekstílusod is, van egy ilyen flagmaság, ami jól áll. Igen. De azért én mégiscsak azt mondom, hogy egy sokoldalú színpadi embernek, mint amilyen tanulni. Te vagy, és amilyen én lehettem volna, kell tudni egy kicsit táncolni. Miller Dávid. Színész, énekes, tévés személyiség. Művész család sarja. Bár 5 éves kora óta dobol és zongorázik, az ország mégis inkább filmes és tévés szerepléseiből ismeri. Univerzális karakter, akinek lételeme a szereplés és a csapatjáték. Bárhogy is alakul még a dalunk a stúdió napig, az éneklés Dávid biztosan megoldja. Ha mégsem, majd eltáncoljuk. Akarunk lenni D-Boys? És akkor... Igen, megtisztelni. Szeretnék lenni D-Boys. Arigato. Mert ha már köszönöm. Így vagyunk... hogy... miről beszéltem? Nem tudom, de nagyon jól nézünk elégre, nagyon figyeltem. Szerintem magadról. Vagy. Hát táncnak nem tudom, hogy tudjuk-e nevezni, mert hogy táncolni azt igazából nem tudok. Van egy mozgáskultúrám, amit előszeretettel használok, és ezzel operálok. Még kicsit egymásra tudunk hangolódni. De jó. Nem? De az Andris már részben ilyen. Lehet, hogy az Andris lesz a tanár, viszont... Kicsit. Egyébként varázslatos dolog ez a tánc, amúgy, hogy... 5, 6, és egy kicsi lépegetős. Pügy. Hát... Pügy. De hát láb mögött. Láb. És most erre oda lehet lépni. Bum! Bum! Aha. Bum! De várj, akkor hátul, keres. Nem elő megy. Elő, hátul és bum! Hey. Mi? Az is jó. Ha! Ja, és mosolyogni kell. Is. Táncosoknak mosolyogni kell, nem? Már most már csak szexi fejet vágunk, csak mindig szúrunk. Milyen a szexi fejed, szerinted? Jó. Ez a szexi fejed? Andris, ja Isten! Összekössük ezt egy ilyen koreográfiát? Oh, Isten! Kereskedelmi tévés arc vagy, egyértelműen top ligában. Elfogad az underground közeg, elfogad a Betonhofi, elfogad a Lilfrak, elfogadnak azok a srácok, akik undergroundabban, sokkal rendszerkritikusabban, flagmán nyomnak valami egészen mást, és ott vagy köztük és dolgozol velük. Szerintem ez nagyon nagy dolog. Annyira nagy dolog, képzeld el, hogy ez most kezdett el csak megfogalmazódni bennem, és
próbálom nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehát dolgozom azon, hogy ez meg is maradjon. Azért kapok sok bántást, maradjunk annyiban, főleg a másik oldalról ezzel kapcsolatban, de mégis, amit te is mondasz, olyan emberek számítanak rám, és itt most nem csak zeneileg gondolkozom, hanem úgy emberileg is, akiknek azt érzem, hogy így fontos lehetek az életében, akik meg megkérdőjelezhetetlenek abban, amit csinálnak és ahogy csinálják. Visszafele hatnak rád ezek a srácok? Az eredetiségük, a vagányságuk? Hihetetlenül, meg nagyon felszabadító a közelségük. Tehát azt érzem, hogy ott lehetek, ott az egy olyan közeg, vannak még ilyen közegek, tehát nem azt mondom, hogy az az egyetlen közeg, mert ez nem lenne igaz, de az is egy olyan közeg, ahol abszolút az lehetek, aki vagyok. Mindenféle layer nélkül, vagy mindenféle filter nélkül. 5, 6, 7, 8 és 1-2, és az Andris a bal lábához lép a jobb lábával. Boom! Boom! Ez az! Egymásra is nézünk! Egymásra is! Itt olyan szikrázás van, itt! Bam! És utána megtörtént, és megyünk előre, jobb lábbal kezdünk. És azt mondod, hogy 1, 2, 3. A lányoknak azt jelenti, hogy nézzétek a számat. Meg, hogy szeretnéd te is itt matatni? Szeretnéd, hogy én is így végig simogassam az arcot? Akarod? Igen. Akarod, tudod? Aha. Így. Akarod ezt? Így. Hú, de hot vagyok! Én már leizzadtam, ezt akartam mondani, hogy kész, vége. Adok rá hangot is, jó? Hogy érezzük a stenket. Kicsit hangolodjunk rá. Figyelj! 5, 6, 5, 6, 7, és az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és az 1, 2, bam! Ez az! Ja, igen! Melyikkel szeretnék kezdeni? Ez egy nehéz kérdés. Én először azt mondtam volna, hogy elolvasnám a szöveget. Kíváncsi vagyok rá, Naturba, hogy hogy szól. Komolyan? Aha. Köszönöm. Mintha egy nap lenne az élet. Forróság, vízpart, az égbolt aperol, lábam langyos vízbeló, kiskosma lángos, meg a gofris, nyári leporelló, smártva lisztbe hold. Pont most, mikor bújik el a nap, s lélegzetem elakad, odalép és rám köszön hello, holnap hazarobog vonatom messzi-messzi vármegyébe, mert jön a hétfő és az átlagos meló. Nem tudom, miért a szöveget kértem egyébként először. Érdekes, hogy az Andris is meglepődött rajta. Valahogy így dallam nélkül szerettem volna először elolvasni, mint egy vers. Egyébként érdekes, hogy nyilván, amikor én szöveget írok, akkor inkább a zenét hallgatom, és arra írok szöveget. Tehát lehet, hogy így most visszafele inkább a szövegre voltam kíváncsi először. Hát először is, szerintem lehet mondani, hogy kurva jó képek vannak benne? Tehát vannak benne szerintem iszonyatosan jó dolgok, amik így az agyamat azonnal így megnyitották. Tök izgalmas maga azt már hallom, hogy a ritmizáció is az lesz, tehát hogy azért ez a refrénnek, a refrén, ugye ez a még egyszer játszunk most úgy, mint egy nap lenne az életük, hiszen végre mókus a kerékből. Itt azért ez egy tök érdekes flow lehet majd, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez szerintem ez... Valami elképzelésed annak alapján, hogy így olvasod még zene nélkül, hogy kiféle, miféle lehet életkorilag, stílusban? Először egyébként, ahogy az Aperolt olvastam, rögtön a Fluor jutott eszembe a legelső sornál, de aztán szerintem fiatal, aki írta, ez a kavaszakis utalás is tök érdekes, nem tudom, mert közben meg ilyen, nem tudom, hogy ez a kavaszaki, ilyen OTL-es arcok is eszembe jutottak. Nem ugye tudom. Az egy jó pofa kis belső ríma, a kamasz akit. Igen, nagyon jó. Ezt például a mai trapperek nagyon csinálják. Ezt mondom, igen. Nem szóvégi ríme, hogy ezt mondtad, csak én nem tudom, mi az OTL. Az OTL, az on the low kiadó. Hát tudod, ahol a... Ja, jó. Azt hittem, az már egy műfaj. Az OTL? Hát az a trap műfajnak a... De jó, oké. Trap műfaj kiadó, és ő foglalkoztatja most óriás neveket, tudod, Gyuris, Echo. Én értem, csak nem tudtam, hogy egy Amerikából jövő műfajt egy magyar kiadóról nevezünk el. Na mindegy. Nem, mert nem úgy neveztük el. Jó, de én azt nem az, jó, értem, jó, nem, tehát nem az a műfaj, hogy OTL, hanem az a kiadó. Na, ezt nem értettem félre. De köszönöm, hogy tanulhatok tőle, de tényleg, ezeket én mindig tanulom. Nézd, megyek. Aha, érdekes. Figyelj.
Wow. Ennyi. Ah. És ez a te forgásod? Dehogy is, hát de, az ő forgás. Ez az én forgásom? Igen. Akkor ez a Miller-féle. Ez a Miller csavar. Miller csavar. Nekem mi legyen? Én nem tudom. Miller csavar. Na mi lesz a hajós serteperte? Hajós. Szeretnék egy ilyen egyszerre félelmet keltő, másrészt nagyon rög a stábon. Az akkor így. Thriller. De jó. Egy kis jazzkéz. Nem, én csak thriller. Úgy... Thriller. 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 A thrillernek a thriller. Megmondom, most kitáltam valamit. Na. Hogy úgy csak úgy életkoromhoz. Teljesen hanyagul, teljesen lazán. Oda megyek, és csak egyet a végén beijesztek, hogy azért tudnák én, ha akarnák, de nem akarok. De nem. Ez mit szólsz? Én ebben ez körülbelül ilyen lenne. Hogy így, és akkor... Nem, várj, nem, még nem az igazi, még nem az igazi. Mert is a hideg kirázott, nézd meg! Még egyszer, várj, csak egyszer lezen, oda megyek. Ezt akarom látni még egyszer, figyelj. Jaj, Andi is! De ez, figyelj, ez tényleg olyan, mert amúgy lehetne jó is, ha kidolgoznánk. Mert ez, amikor én először a Karate Kidet láttam, csak az most már Karate Granny. Karate Granny! Mostanra. Daddy. Na, valamit segíts egy ilyet kitalálni, aminek a vége csak egy ilyen fú, de mintha, de mégse, de mégis. Na, ez már az. A Lisztbe hozzá. Van egy ilyen komolyabb tempóváltás. Kicsit ilyen Kristófos hangja van. Figyelj, nekem van benne valami olyan, ami ledobja magát a szövegnek a hangulatát a zenéről, viszont én ezeket nagyon szeretem. Én nagyon szeretem azt, amikor van egy upbeat-ebb dal, és mondjuk nagyon szomorú szöveg van hozzá, vagy van egy kicsit ilyen vidámabb reményt adó szöveg, de közben egy nagyon-nagyon melankólikus gitár vagy zongora téma. Szóval egyáltalán nem ijedtem meg ettől. Van ebben egy ilyen kis ambivalencia, igen, hogy van egy szöveg, amire egy más alapot vártam volna. De basszus, ez a kihívás, és egyébként tényleg rohadtul várom, mert nagyon izgi, meg szerintem ez egy jó szöveg, a zene is nagyon érdekes, úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk ebből kihozni. Jó, kicsit bibelődjél forgatás közben, egyetlen egy dolog maradt hátra, egy bizonyos idő óta bárhányszor találkozunk bármilyen forgatáson. Na gyere. Most is. Na gyere. Tehát akkor nem hagyjuk ki. De, vagy is. És most keserű. Azért, mert megizadtam. Ne haragudj. Nem mondhatom. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, nagyon, és nagyon várom. Köszönöm szépen. Várom, gyere. Ja? Mehetsz forgatni. Ja, mehetek úgy forgatni. Én nem megyek, engem nem hív senki. És? Gyere! Mikor kezdődik? 5, 6, 7, és! És figyelj! És forgás, Dávid, forgása! És Andris! Ha! Yeah! Hát ez... Picit kitárulhoztam, úgy érzem. Nagyon szépen köszönjük. Nem, köszönjük. Köszönjük, kívánjuk, mi köszönjük, hogy... én és a Dávid. Kívánjuk, hogy komolyabb diákjai legyenek. Annyira köszönöm neked. Oh. Köszönöm ezt az élményt. Ez
Ez hát a negyedik csapatunk és dalkezdeményünk, és noná, hogy ezúttal is sikerült igazi dallá formálni az ötleteket. Az a történet a premier után már látható is a dalfutár.tv-n, egy héttel később pedig már itt a YouTube-on is. És ha már ennyi éve együtt vagyunk, hozzuk össze a 10. évadot is közösen. Imádjuk, hogy szeretitek a műsort, de írtónyálas lenne egyenként mindenkit megpuszilgatni, ezért most koncentráljatok a lájkokra és a megosztásokra. Támogatóink is szeretnek bennünket, de az üzlet zord világában számokkal tudjuk kifejezni, hogy fontos, amit képviselünk. Nyomogassatok hát gombokat szeretetből, hisz ahogy a költő mondja, a szívdala nem balga ritmus, ha szorgos az algoritmus. Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda. A Dalfutárt és a zenészeket a Shell hozza lendületbe. A dalszerző az első. Artisjus.